videójáték első megmérettetése a párba időszak, amely során hatodáson keresztül mindenki mindenkivel szembeszáll és pontokat gyűjt. Az első összecsapáson már túl van a csapat, ráadásul szoros a mezőny, mindenki jól teljesítette a kihívást. Dominik és MC már lejátszották egymással a második párbajukat is, ami elég szélsőségesen sikeredett. Az első feladatban MC maradt alul, a másodikban azonban fordult a kocka. A mesélj még feladatot az eredményre való tekintettel ma a másik csapat is megkapja. Halálos torony. Mesélj még! Szeretsz kockáztatni? Most kiderül. Lássuk, miken nőttél fel. A memóriád és a gyorsaságod elengedhetetlen lesz most. Hát, én nagyon tériszonyos vagyok, úgyhogy remélem nem kell egy toronyba lennem és onnan valamit csinálnom, mert azt biztos, hogy nem fogom megcsinálni. Tipre, ezek ilyen gyerekkori mesékkel lesznek kapcsolatosak, és hát... abból elég sokat néztem, úgyhogy lehet, hogy nem leszek bajba. Reménykedek. Sziasztok, ismételten itt vagyunk a videójátékból. Emma és Zsolti párbaja. Ti ismételten egy olyan páros vagytok, akik nem nagyon ismerték még eddig ugye egymást. Összesen kétszer találkoztatok egy forgatáson, meg egy megbeszélésen. Így van. Mi a véleményetek egymásról? Ezt azért meg akartam tőletek kérdezni még így első benyomásra. Mondhatom elsőnek. Persze. Szerintem a Zsolti egy nagyon aranyos srác, nagyon jó fej, és jól kijövök vele, úgyhogy adom. Zsolti? Én ugyanezt gondolom, hogy nagyon aranyos az Emma, nagyon szeretnivaló, és lehet vele viccelődni, úgyhogy tényleg jó fej, és örülök, hogy megismerhettem. Van egy jó hírem. Mind a ketten olyan játékot húzhatok a mai párbajra, ahol egymással nem kifejezetten kell kiszúrnotok. Úgyhogy fejfej mellett kell majd harcolnatok, én ugye már tudom, hogy ti mit húztatok, mert én már megkaptam a fülest. Úgyhogy ja, ennyi mázlatok van, majd később kell egymásra szembeszállni. Viszont akkor nem is tudom, kinek kezdjük a játékával. Kezdjük mondjuk Emma, tiéddel. Mesélj még az én játékomnak a neve, amiben igazából nem tudom, hogy mi fog történni. És mire tippelsz? Arra tippeltem, hogy ilyen gyerekmeséknek esetleg a dalaira kell rájönni. Érdekes. Jó, oké, akkor nem húzom a szót, nézzük, jó? Mesélj még! Ebben a feladatban mindkét játékos 10 mesehőst vagy rajzfilm sorozat szereplőt kap. A feladat, hogy a karakterek mellé odaírjátok azt, milyen filmből valóak, illetve a max pontszám eléréséhez, 5-höz a karakter nevét is fel kell tüntetni. Sok sikert! Ez volna tehát a játék, azért megijedtetek tőle? Zsolti, akkor az a szerencse, mert ez a játék talán egy picit a lányoknak könnyebb. Sok filmet néztél, sok mesefilmet kiskorodban? Olyaj, rengeteget. Még reggel fel is keltem, mikor mik a kedvenceid? Egyet-kettőt mondjál. Például az Inazuma Eleven, az a foci is, nem tudom, hogy aha, is abban nincs. Jó, oké. Okay. Ennyi elég volt. Az jó, a lényeg az ugye tehát, hogy 10 papír lesz előttetek, abból ugye mind a 10-re rá kell jönni a filmnek a címét, és ha max pontszámot akartok, akkor a 10-ből szabadon választhat 5-re a karakternek a nevét is. 2 információt még jó, ha tudtok erről, ugye 2 percetek lesz. Ami az egyik fontos, az, hogy ez a játék, ez már egyszer szerepelt a videójáték során. A másik páros ezt már lejátszotta. Még annyit is elmondok nektek, de ezt már nagyon titok, hogy a másikban elég szélsőséges eredmények sikerültek. Az egyik félnek nagyon jól, a másiknak nagyon rosszul sikerült a játék. Oké? Okay? Úgyhogy most teljesen szabadon forduljatok el kérlek titeket, és kirakom elétek a 10 lapot. Oké, és felkészülni. Vigyázz! Hajrá! Na hát ugye elkezdték irogatni a skacok a dolgokat. Azt láttam egyébként, hogy eddig szerencsés minden, ugyanis Zsolti és Emma is már egyből az elsőre, amit felfordított, ráírta a lapot. Zsolti ebben talán egy másik taktikát választott, mint az Emma, ugyanis Zsolti gyorsan felforgatott mindent, amit csak megtalált, és már úgy talált is olyat, amit egyébként szeretett. Emmának kevésbé ezt láttam, bár Emma is igazából nyugodt egy nagyot, de közben mégis ír valamit, tehát valószínűleg tudta, hogy mi a sorozatnak a címe. Zsolti közben már a harmadik lapnál tart, amire írt valamit, sőt, már most megy a negyedikre, Emma a harmadiknál tart, de igazából teljesen mindegy, az a lényeg, hogy meglegyen a 2 perc végére, még csak fél perc telt el, úgyhogy tökéletes az idő eddig.
úgy láttam továbbra is, hogy Zsolti az, aki talán egy picit élmezőben van ebben a játékban, de Emma is tökéletesen viszi. Azt már annyit talán már elmondok, ugye nem tudom, hogy egy bogár van az Emma papírján, azt ugye nem tudom, hogy jobban jók az eredményei vagy nem, de már többre írt, mint egy másik játékosunk. Ugye ti tudjátok, hogy kiről van szó, de ezt most nyilván nem mondhatjuk ki, mert ez a műsor ugye egyik fő poénja, hogy emelyek nem tudhatják a másik csapat játékait. Egy perc letelt, még egy percünk van hátra, teljesen jók vagytok időbes kacok, teljesen jók vagytok. Viszont most úgy érzem, most kezd megállni a tudomány. Ó, nagyon ügyesek vagytok. Mondjuk nem tudom, direkt nem nézem, hogy miket írtok rá a papírokra. De eddig nagyon jók vagytok. Fél perc. Az a eszméletlen helyzet van, hogy a Zsoltinál gyakorlatilag egy-kettő kivételével mindenre van írva valami, és Emmánál is majdnem mindenre. Emma, még 16 másodperced van, semmi gond, elfogadom a helyesírási hibát, azt elfogadom, viszont 13 másodperced van, nézzük, hogy kitaláld az utolsót. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és befejeztétek idő előtt, mert ilyen még nem történt a videójáték során egyszer sem, hogy az órát le lehetett állítani hamarabb, úgyhogy pacsira nyújtja a kezét. Szerintem ideges, úgyhogy ezt megbocsájthatjuk neki. Na, mi a vélemény elsőre a játék után, Emma? Szerintem mindegyiket tudtam, hogy mi volt maga a sorozat. Igen. De a neveket nem tudtam, és ez kicsit felidegesített, mert mind olyan. Tehát, hogy ezeket én már láttam, de nem tudom, melyiket adják, úgyhogy... Jól van, kivel kezdjük? Ezt döntsd el, te vagy a lány, kivel kezdjük? Zsoltival. Zsoltival, rendben. Na nézzük, Zsoltikám. Ő itt ugye, Jágó az Aladdinból. Ez tökéletes jó válasz. Ő itt ugye Csingiling, helyes a válasz. Azta Mulán. Ugye? Igen, Mulán, és ő itt Mushu. Életben nem hallottam róla, egyik nagyon jó barátom írta össze, gratulálok. Ezt senki nem tudta eddig még egyébként. Nézzük ezt, őt itt nem tudtad. Ő valami béka, ismerem a mesét. Én ezt tudom. Nem mondjad, rabolni nem lehet, de mondjad. Pinokkióból a tücsök, nem? Igen, tücsök Pinokkióból valóban. Basszus, és tényleg. Nézzük. A mese címe ugye Verdák, a válasz helyes. Ő itt Vilma. Scooby-Doo rendben, helyes. Szépség és a szörnyetek. Hogy én is olyan csúnyán írtam. Szépség és a szörnyetek. Ú, ez a kedvencem, az egyik kedvencem volt. Ez? Igen. Ez az amerikai sárkány. Igen, amerikai sárkány. Amerikai sárkány, és figyelj, helyes a válasz, viszont most nagyon ki fog szakadni. Ugye ez is az. Ez is az. Ő itt Rose, Jacobnak a szerelme volt. Komolyan, már volt egy, nem volt egy évad, ami történetszer alapján futott, és ott vele akart végig összejönni, és a Disney csatornára baromi dühös voltam egyébként, ugyanis évad kellős közepén befejezték, és nem játszották tovább, úgyhogy... Zsolti, ez 8 pont. Gratulálok. Ugyanis csak 2-t nem tudtál. Nézzük, Emma, felül tudtad-e múlni. Kim Passiből az utolsó pillanatban valóban eltaláltad. Phineas és Ferb, és még a... Bajjit. Még a Bajjitra is emel. Nagyon jó ez. Imádom a helyes írását, de... Arielből Sebastian. Igen. Hát az Ariel az a kis, de azt is felírtam, ezzel már nem tudtam. Oké, elfogadom. Jaj, Dexter, hát az egy... Toy Story, így van. Mi volt a neve? Neki? Ham. Angolul, és mindjárt mondom, mi volt magyarul, várjál. Angolul van nekem ide fölírva. Oroszlán király valóban. Őt is szerettik, ugye? Hát imádom. Hát a... Phineas és Ferb most mindent kipróbott. Phineas és Ferb. Hú! Nagyon jó. Mindegyiket tudtam. Aranyhaj. Úgy érzem, egy új erős játékosra bukkantunk, Mici Mackó, Kanga és... Még azt is tudta, hogy Kanga és Zsebi Baba. Hát ez mekkora elmebeteg mert se az Eddie. Utáltam, gyűlöltem. Ő az Edi, de egyébként eléghez írtad már a pontokat. Hű gyerekek, az a helyzet, hogy az Emma max pontszámot ért el. Úgyhogy gratulálunk, Emma. Ilyen még eddig nem történt a játékosra, ennyit segítek. Max pontszám. Nagyon közel már voltak Max pontszámhoz, de Max pontszám még nem. Zsolti 8 pontot érti le. Azta! Yes, baby! Gratulálok nektek, menjünk tovább. Zsolti játéka következik. Zsolti, mi volt a játékod? Na, hát az én játékom az volt, hogy halálos torony, ugye? Igen. Úgyhogy nem tudom, lehet felmegyünk a toronyba, aztán le kell ugranunk. Csak na, ebből én is amúgy erre gondoltam, hogy valamilyen... Eddig mire?
asszociáltál a második játékból? Hát nekem rögtön az jutott eszembe, hogy Jenga, vagy hogy mondják. Jenga. Az a játék, igen, amit építeni is ki kell húzni, nem az? Megmutatom, jó? Jó. Jenga! Halálos torony. Ebben a feladatban pixeleket kell felmenekítenetek a poharak tetejére. A játék 60 másodpercig tart, a sikeresen feltornyozott pixelek felét írjuk jóvá nektek. Sok sikert! Nagyon ilyetten néztek. Illetve néztetek az előbb, most már végre lett a játszásban játszolok, most már nem. Na, mi így elsőre a vélemény? Ilyen ijesztő ez a feladat? Szerintem ez az egyik legnehezebb. Ami nekem voltak feladatok, azok közül szerintem ez lesz. Ez egy nehéz feladat valóban, viszont van egy olyan fajta előny benne, hogy ebben a játékban gyakorlatilag lehetetlen nem pontot szerezni. Ugyanis ha belegondoltok, ugye ilyen tubusokból kettőt egymásra rakni, az nem nehéz. Ennyi. Ez már egy pont. Tehát kevés pixelt a legkönnyebb szerezni gyakorlatilag az egész videójátékban, viszont valóban nehéz, ugyanis ahhoz, hogy max pont számmal szerezetek, mind az ötön négy darabnak kell állni egymáson. Oké? Ami nagyon fontos ugye az, hogy a 60 másodpercnek a végén értékelünk, tehát nem a legmagasabb elért ponton, hogyha négyen fölépítettetek négyet, és az ötödikkel véletlenül elütik és lecsúsztik a többi, a 60,00-nál mérjük meg, hogy hány van fönt. Készen állunk? Készen. Oké, rossz hírem van, egyesével játszunk, ki kezdje? Hát mivel már odaállítottad, akkor az Emma. Ülhetsz ide te is. Nem, ott kezdje az Emma. Benne vagy? Persze. Rendben, akkor sok sikert kívánok, már is kezdhetjük a játékot, figyelj! 3, 2, 1, indul! Az első már meg is van 2, ez eddig tökéletes. Úgy érzem, az Emma pontosan azt a logikát követi, amit egyébként én is javasolnék mindenkinek, hogy elsőre próbáljunk meg kettessével telerakni mindent, és amikor az első kettes csapat megvan, utána lehet elkezdeni feljebépíteni. Tabi nehézség a játéknak az, hogy vannak teli dobozok és üres dobozok is, ezzel lehet taktikázni, de ez ugye látszik rajta, hogy mi az ember van és mi az ember nincs. Nyugodtan lehet vele taktikázni, meg lehet próbálni, hogy mit hogyan lehet itt csinálni. Na, úgy látom, már 5 pontunk megvan. Most jön a neheze, ugyanis most jön rá az 5-re a több. Lássuk, hogy meg lehet-e a hatodik, úristen, Emmának újra meg a kezed, tényleg megfoghatod egyébként Jézus. Az alját, tehát lehet így szabad írás segíteni, ez teljesen szabályos, viszont 20 másodpercet van, Emma, 20 másodperc. 16, 15, 14, nagyon jó, 13, 12, 11, még egyet föl kell tenned ahhoz, hogy egész pontszámmal tudjunk adni neked plusz egy pontot, az meg lehet még, 5, 4, 3, 2, 1, most van vége. Oké. Okay. Úgy reagáltuk ezzel, hogy... Ügyes volt, gratulálok, ügyes volt. A végén jöttem rá arra, hogy kellett volna, de nem baj. Nyilván most ezt nem mondd el, mert ugye Zsoltnak ez ugye ellenfélnek számít, Zsolti. Én azt gondolom egyébként, ugye mondom, én nyilván kipróbáltam minden játékot, mielőtt kiosztottuk nektek, én azt gondolom, hogy ez egy erős átlagpontszám. Tehát ez nem azt mondom, egy kiemelkedő, de nem rossz. Oké? Okay. Na Zsolti, utolsó szójogán valami? Semmi. Semmi? Nem tudom, most ez nem sok. Próbálok koncentrálni már a feladatra. Jól van, oké. És akkor, hogyha készen állsz, akkor egy picit várunk, okay. Már is kezdjük. Készen állok. Oké, és szellemi át, kezdjük rögtön. Ügyes legyél. 3, 2, 1, indul. Igen, már innen látom, hogy a Zsoltinak már mosta meg a keze, de eddig tökéletesen úgy, mint az Emma megcsinálta, ő egy kicsit lassabban dolgozik, de a lassú meg a biztosság az egymástól teljesen külön is működhet. Úgy látom, a második poháron elég instabilan áll az a két dolog, de nem baj, mert ha megáll, akkor megáll, csak lehet, hogy már rá nem fogunk tudni többet építeni. Semmi probléma nincs egyébként akkor, hogyha ledől, apró kis gag egyébként, vagy apró kis információ, először úgy terveztük a játékot, hogyha valami leesik, azt nem lehet visszarakni, de ez nem így van most már, tehát végül is visszaszabad nyugodtan. Megvan az első sor, na, most lássuk a fél idő után egy picibe, hogy vajon le tudjuk-e körözni Emmát a játékban, még egyet kell felhelyezni úgy, hogy sikerüljön, az nagyon hajszálam volt, 15 másodperc van hátra Zsolti. Nagyon figyelj, mert ha valami nincs, vagy a kezed közében van, akkor az már úgy nem működik. Nagyon jó, 9, 8, 7, lássuk, kockáztat a Zsolti, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Oké, én megértem. Én megértem, nagyon okos volt, mert ha rátette volna és ledől, akkor az bukik másfél pontot. Tehát ez egy nagyon okos gondolat, jó taktika volt, én se tettem volna rá, nem kockáztattam volna meg. Na Zsolti, egyre sikerül többet feltenned, mint az Emmának, ami ugye mázli, ez azt jelenti, hogy te itt 7 pontot, 7 pixelt szereztél, Emma pedig 6 pixelt, de mindenket nagyon ügyesek voltak, én azt gondolom, ügyesek voltatok kifejezetten. És az a nagyon furcsa állás van, hogy majdnem egyelőre álltak így a játék végén, hiszen ugye te összesen 16 pontot szereztél, az előző játékban 8 pontot, 10 pontot, bocsánat, most pedig 6-ot, tehát 8 az átlagod, ezt akartam mondani. Te pedig ugye most az előző játékban csak 8 pontot szereztél, itt viszont 7-et, úgyhogy te neked egy kicsikét magasabb így a mázlid ilyen szempontból. Azt tehát ugye már tudjuk, hogy akkor itt kinek hány pontja van, viszont ti azt nem tudjátok, hogy egymásnak hány pontja van, mindenkettőknek van már egy pontszáma. Úgyhogy én azt mondom, hogy ti viszont tudjátok az eddigieket, de adjuk hozzá a mai eredményeket és nézzük meg, hogy most hogy áll a pontszám összességében. Emma és Zsolti egyaránt kimagaslóan szerepeltek a második párbajuk során, maguk mögé intve a teljes mezőnyt. Jelen pillanatban MC került a tabella aljára, nem csoda, hisz a második kör tekintve Emma duplázta a pontjait. Annak érdekében azonban, hogy biztosan igazságos legyen a verseny, a későbbiekben ő is találkozni fog a legutóbbi játékkal. Ne felejtsük azonban el, hogy még semmi sincs veszve, az itt látható táblázat csak az évad felét mutatja, tehát rengeteg lehetőség lesz még, hogy valaki az élre kerüljön, vagy lecsúszon onnan. Ezek voltak tehát az összpontszámok. Hogy éreztetek egyébként magatokat a mai napon? Jó volt? Nagyon. Én szuperül éreztem. Oké, és ugye nem muszáj őszintén válaszolni. Az előző napi, tehát az előző adásokbeli játékaitokhoz képest könnyebbek voltak ezek a feladatok, vagy nehezebbek? Én azt mondanám, hogy ilyen megegyező, ilyen átlag. Zsolti? Én azt mondom, hogy könnyebb. Sok. Könnyebb volt? Neked könnyebb volt? Jó van, oké, és nektek további sok sikert kívánok, nektek pedig ismételten köszönjük a figyelmet, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett, illetve Emmának és Zsoltinak is lent vannak itt az elérhetőségei, őket is kövessétek be Instagramon, YouTube-on, mindenhol, ahol fönt vannak, és tartsatok velünk legközelebb is pár nap múlva, nem sokan jelentkezünk egy újabb párbajjal. Sziasztok, szép napot! Sziasztok!